Jó napot kívánok, Szabó Réka vagyok, és köszöntöm a Magyar TV 5 nézőit. Ellátogattunk a Safru kertészetbe, ahol a fenyőfák rejtelmeibe avatott be minket az az ember, aki mindenről tud beszélni, és minden fenyőt ismer, minthogyha a családtagja lenne. Hogyha kíváncsi akar, hogy milyen fenyőt érdemes vásárolni, vagy éppen mit kell csinálnunk, hogyha van egy fenyőfánk otthon, akkor mindenképpen tartsanak velünk. Nem sokára itt a karácsony, nagyon sok mindenki készülődik már, van, aki hónapok óta, van, aki hetekkel ezelőtt kezdte már el a készülődést. Itt vagyunk egy kertészetben, karácsonyfa, karácsony jelképe. Milyen karácsonyfákat találhatunk meg a magyar piacokon? A magyar piacon főleg három félét találunk meg, az ezüstfenyőt, a lucfenyőt és a Nordmann fenyőt. A lucfenyő a hagyományos, aminek illata van, na most arra nagyon kell vigyázni, hogy ez egy hullós fajta, tehát mindenkinek azt ajánlom, hogy amikor vásárol, akkor fényes nappal vásároljon, nézze meg, hogy szép zöld legyen annak a fenyőfának a tűlevelei, tehát, és ne legyen ott egy csomó lehulva. Nyugodtan le is ütögethetjük, ha leütögettük, és nagyon sok lehullik, az azt jelenti, hogy már régen kivágták. Ez az ezüstre, a lucra és a Nordmann fenyőre is jellemző. Mindenképpen a pénztárcáknak megfelelően, ha valahol tavaly vásároltunk, és jó volt, és bevált, akkor menjünk vissza oda. Hogyha nem, akkor fussunk egy kört, nézzük meg az árakat, mert nagyon szórt árak vannak. Az első osztályú minőségű karácsonyfák biztos, hogy idén drágábbak a Nordmann fenyőbe, mivel hogy májusban volt Magyarországon egy kemény fagy, és egy csomót emiatt nem tudnak eladni, és a szép első osztályú, a formás fenyők azok Dániából érkeznek. Hogyan ismerünk fel mondjuk kezdő háziasszonyként egy olyan fenyőt, ami nem hullatja annyira a levelét? Milyen típust keresünk, milyen típust érdeklődjünk a kertészetekbe, hogyha például ide látogatunk el? Hát mindenképpen a Nordmann fenyőt kell keresni. Ez a fenyőfajta a fenyőknek a királynője. Ezt nagyon meg tudjuk fogni, nagyon jól tudjuk díszíteni, nagyon szép, haragos zöld, kicsit hosszú tűlevele van, szóval ez jellemző. Az ezüstfenyőt megismerjük a színéről, meg azt is, ha megfogjuk, az úgy szúr, hogy nagyon. Az ezüstfenyő nagyon szép, de nagyon nehéz díszíteni, és ugyanúgy le fog hullani, mint a luc. De valakinek olyan lakása van, és idén nagyon fölemelkedtek az árak, és kevés pénze van, és kisgyereke van, akkor menjünk olyan helyre, ahol frissen vágták a fenyőt. Ezt úgy tudjuk megnézni, hogy előbb beszéltük, hogy ha úgy lerázunk, nem nagyon hullik, hanem szép haragos színe van, akkor az azt jelenti, hogy talán még frissen vágták. Sajnos november elejé óta vágják a fenyőt, mert ezt a hatalmas mennyiséget, amit kivágnak, ezt nem tudják fölhozni. Úgyhogy ha decemberben kezdik el vágni, tehát friss vágást csak kis kertészetekben találnak. Tehát nézzük meg, hogy friss legyen, az jó. Nagyon jó az, hogyha megvásároltuk a fenyőt, akkor vigyük haza és állítsuk vízbe a talpát, mert fölsz. Ha valakinek olyan karácsonyfa talpja van, amiben vizet tud tenni, az is nagyon jó, mert az is egy kicsit felszívja. Kicsit még szebb lesz az a fenyő, és nem fog olyan hamar hullani. Hát nyilván ilyen taktikák vannak, hogy fűtőtesttől lehetőség szerint távol, és úgy kell föltenni, hogy ne legyen a padlófűtésen kicsit magasabban, mert az is segít. De hát azért a luc az fog hullani, de annak viszont illata van. Tartóság szempontjából ezt a három fő fenyőfajtát hogyan tudná besorolni? A Nordmann fenyő tart a legtovább, de időtartamban ez konkrétan mennyit jelent? Hát a Nordmann fenyő az január végéig, február elejéig is gyönyörűen megmarad, csak maximum egy kicsit megszáradnak a tűlevelei, de nem fog lehullani. Az ezüstfenyőben meg még májusban is, mikor mászkálunk zokniban, még akkor is fogunk találni tűleveleket. Hogyha mondjuk arról beszélünk, hogy van egy kicsi lakás, kicsi a hely, melyik az a fenyőtípus a három közül, vagy akár egy másik fenyőtípus, amihez csak kertészetekbe lehet hozzájutni, amilyen kisebb növésű. Na hát, hogyha valakinek van kertje és lehetősége, az vásárolhat földlabdás vagy cserepes fenyőt is. Abban lehet kisebb, nagyobb, közepes, mindenféle méretet találni. Csak nagyon oda kell figyelni, hogyha valaki földlabdás vagy cserepes fenyőt vesz, az csak a faiskolákba menjen és ott vásárolja. Mert különben, hogyha megnézzük, itt lehet mindenféle kapni, ilyen álfenyőknek mondják, hát ez nem álfenyő, ez egy nagy becsapás, hogy a fenyőket szépen kivágják, gyökérrel együtt kiássák, beleteszik egy cserébe, vagy műanyag
a gödörbe, és mellé tapossák a földet. Tehát, hogyha megfogunk egy fenyőt, és inog, és lötyög, akkor az biztos, hogy annak a földlabdája az nem megfelelő, az már biztos, hogy nem fog megmaradni. Azzal ne kísérletezünk, hogy megvesszük és bevisszük. Ha valakinek nagy helye van, hogy egy szép nagy fára van lehetősége, az faiskolai árudában nyugodtan vásároljon földlabdás ezüstfenyőt, vagy cserepeset, mert az szép hatalmas 10-15 méterre megnő. De hogyha valakinek kicsi helye van, akkor feltétlen törpefenyőt vegyen, vagy alacsonyra növőt, abból nagyon-nagyon sokféle van, majd itt meg fogom mutatni. Van a cukorsüvegfenyő, ami nagyon lassan nő, onnan a neve, hogy ilyen szép haragos, és ilyen oszlopos lesz, mint a süveg, olyan formája van. Vannak többféle ezüstfenyőből törpe változatok. Tehát, hogyha valakinek olyan helye van, és van lehetőség, az vegyen olyat. Itt a Safru kertészetben a cukorsüvegfenyőn kívül milyen fenyőket találhat meg a kedves érdeklődő, aki szeretne ültetni, vagy aki csak lakásba szeretne idényre fenyőt? Hát a földlabdás fenyőből nekünk nagy választékunk van, mivel hogy mi faiskolai áruda vagyunk, tehát nekünk van többféle törpe változatunk az ezüstfenyőből, vannak ilyen gömbformájú törpefenyőink, van a cukorsüvegfenyőnk, vannak az ezüstfenyőnek az oltott változatai, amik nem lesznek olyan hatalmasok, lassabban nőnek, és nagyon szép formásak lesznek. Van a kolorádó fenyő, van a fekete fenyő, van erdei fenyő, nagyon sokféle fenyő van, ezt végignézhetjük. De mondom, azt kell eldönteni, hogy van lehetőségünk kiültetni, akkor vegyünk földlabdásat, ha nem, akkor vegyük meg a vágott fenyőt. Tudjuk körülbelül, amikor bejön egy család vásárolni, mert nagyon sokszor családok jönnek vásárolni kisgyerekkel, és rábízzák a gyerekre, hogy na melyiket szeretnéd. És általában, amikor a kisgyerek mondja, hogy ezt szeretné, még ha nem is annyira formás, megvásárolják azt a fenyőt. Kisgyereknél nagy fenyőt vesznek, minél idősebbek, annál kisebbet vesznek, mert akkor már csak szimbólum miatt asztalra teszik, vagy pedig olyan helyre. Ha valakinek távfűtéses lakása van, nyilván nem fogja megvenni a húlós fajtát, az ezüstöt, a luccot, hanem lehetőség szerint a normand fenyőt vásárolja. Ha meg valakinek hűvösebb lakása van, nekem volt olyan ismerősöm, hogy ragaszkodott ő neki, csak mindenképpen hagyományos luccfenyő kellett, mert gyerekkorából ő arra emlékezett, és mindig csak azt vette. És ha megvásároljuk a földlabdás vagy cserepes fenyőt, akkor azt kint kell tartani egész az utolsó pillanatig, illetve nem, egy-két nappal előtte be kell vinni, zsiripelni kell ezt, tehát rögtön nem lehet, hogy bevisszük a hidegről a meleg lakásba, kell egy köztes helyiség, egy folyosó, egy lépcsőház vagy valami, ahol nem annyira meleg van, mint ahova be fogjuk vinni. Amikor bevittük, akkor bent, már beszéltük, fűtőtestől mindentől távolabb, és időnként bent is meg kell locsolni. Pontosan azért, hogy kibírja, és nem szabad nagyon sokáig bent tartani, január elején, 3-án, 4-én fokozatosan ki kell szoktatni a fenyőt, és ki kell vinnünk. Nem szabad bent tartani lépcsőházba sehol, mindenképpen ki kell vinni, azt tesz jót neki. Nagyon fontos még az is, hogy ha most tudjuk már, hogy akkor csináljuk meg a helyét fagymentes időben, és ha január elején fagymentes idő van, akkor nyugodtan ültessük el. Ha nincs fagymentes idő, kemény tél van, nem tudjuk elültetni, akkor meg kell várni, míg enyhül az idő, és akkor ültessük ki. Mi az első lépés, hogyha önökhöz ellátogatnak, megvesznek egy cserepes fenyőt, hova ültethetik, milyen föld az ideális a fenyők számára, mivel kell őket táplálni, hogy nőjenek és velünk maradjanak egész életünkbe? Na ez is egy jó kérdés, de ezt nem most rögtön kell eldöntenünk. Amikor ki fogjuk ültetni, nyilván egy ilyen örökzöld földet, fenyőföldet kell vásárolni, és azt kell az ültető gödörbe betenni, és abba kell majd beleültetni. Most, amíg bevisszük, és átmenileg bent tartjuk, nem feltétlen kell, csak nedves közegben legyen, tehát ne száradjon ki. Most nem kell annyira odafigyelni. A tápoldatozást azt csak március-áprilistól kell megkezdeni, mert hogyha előtte kezdjük tápoldatozni, akkor a növény esetleg jobb idő megindul, és akkor hamarabb elfagyhat, vagy baja lehet. Tápoldatozni a kinti örökzöldeknél mindig csak márciustól szeptemberig tápoldatozunk. Milyen tápoldatok szükségesek a fenyők számára ahhoz, hogy velünk maradjanak ismételten? Sokféle van, kell a faiskolákba tanácsot kérni, most itt nem akarom felsőre, mert pont azt keresnék, tehát egy nitrogén tartalmú tápoldat kell, vagy pedig vannak ilyen bogyók, ilyen műtrágyaszerű bogyók, az is nagyon jó. Milyen szolgáltatásokat nyújtanak még azoknak, akik ide látogatnak? Hát a fenyőfa vásárlásán az egy nagyon nagy dolog, hogy ha az itt vásárolt fenyőt mi kérésre talpba faragjuk. Tehát, hogyha valaki elhozza a fenyőfa talpát, akkor mi azt meg tudjuk oldani, hogy van egy faragógépünk, az gyönyörűen méretre bele lehet faragni.
továbbá behálózzuk, hogy el lehet azt vinni. Ez régen annak idején úgy volt, hogy baltával ott próbálták, ilyen madzaggal kötötték, húzogatták, a fenyő is sérült nagy keményben, nem tett ez jót semminek. Mi ezt nagyon korszerűen meg tudjuk oldani. Tehát én oda mennék, ahol ezt megoldják. Nagyon nehéz szenteste ott szerencsétlenkedni, nincs szerszám otthon, nincsen egy ék vagy valami. Ezt itt méretre mi megoldjuk. Tudnak-e külön díszítést is a fenyőhöz biztosítani, hiszen ez lenne a következő, amit a fenyőfával mindenkinek nagyon nagy odafigyeléssel készít. A fenyőfa dísz érdemes-e megvásárolni? Mik a mostani trendek? Ön hogy látja? Hát ez nagyon érdekes, tavaly kemény sötét színek voltak, barna, szürk, sok nagyon sötét színek voltak. Most szerintem ilyen kicsit ilyen világosabb, ilyen kis laza, pihe-puha színek vannak. Én azt hiszem, akik már évek óta díszítenek karácsonyfát, mi is azt csináljuk, hogy minden évben változtatunk, és eltesszük a tavaly előtt, itt csak legfeljebb valami masnit, vagy valami girlandot, vagy más színű dolgokat veszünk rá, és nagyon szépen megoldjuk. Nekem idén ilyen rózsaszínes lesz, az biztos fehérrel, nagyon szép ilyen kiegészítőket lehet kapni a virágüzletbe, ezek nagyon jók. Ezt mindenki maga készíti. Ha kell, mi kérésre feldíszítjük, de én azt hiszem, hogy ezt mindenki saját maga oldja meg, ennek megvan a varázsa. Szerintem mindenki vár erre, hogy maga díszíti el a fáját. Önök egy óriási kertészet, nagyon sok mindennel foglalkoznak. Szeretném megkérdezni, hogy fenyőfa szempontjából hogy látja, évek alatt visszaesett a fenyőfa vásárlás, esetleg egyre többen vágynak igazi fenyőre, vagy inkább műfenyőket szeretnének az emberek vásárolni? Hát én a műfenyőnek nem vagyok a híve, pontosan a szakmámból kifolyólag, de én azt gondolom, ahol kisgyerek van, ott megpróbálnak minden évben vágni, legfeljebb a pénztárcának megfelelően kisebbet, vagy nem annyira szépet, mert azt lehet látni, hogy a bevásárló központok előtt is lehet vásárolni fenyőt, de azok nagyon régen kivágottak, tehát biztos, hogy gyorsabban le fognak potyogni, emellett nem olyan formásak, az egy olyan mix, egy ilyen keverék kategória. Egy áruda, vagy egy kertészet oda nagyon szépet kell venni, mert azt veszik meg. Én úgy érzem, hogy az idősebbeknél fordul elő, akiknek gond eljönni megvásárolni a fenyőt, hogy az esetleg itt megalkusznak és vesznek műfenyőt, de sokan csinálják azt, hogy csak fenyő ágakat vesznek, és beleteszik a vázába, és azt díszítik fel. Múlt évben körülbelül hányan vettek önöktől fenyőt, hogyha egy ilyen általános számot kellene mondani? Húha! Ezt köszönöm szépen, ezt nem néztem meg, de körülbelül olyan 1500 darabot biztos eladtunk itt egyenként, mivel hogy mi kis kereskedés vagyunk, tehát így egyenként jönnek, és akkor ilyen 1500-at biztos, hogy eladtunk. Azt a mennyiséget idén is megvásároltuk. Idén most a Normandból kevesebbet tudtunk venni, mert nagyon fölment az ára pontosan, amiért mondtam. Dániában is nagyon kevés a minőségi, méretes fenyő, tehát aznak fölment nagyon az ára, mert Németország is mindenhova viszik, és szerintem ott jobban el is tudják adni. Tehát eléggé harcolni kellett nekünk ezért a minőségért, meg mennyiségért. De kicsit félünk, mert azért az embereknek egyre kevesebb pénzük van. Minden évben felajánlunk fenyőfákat. Most Budaörsnek ajánlottunk fel, iskoláknak, óvodáknak, olyan intézményeknek, akiknek gond most fenyőfát állítani, hogy legalább a fenyőfát azt mi ajándékba odaadjuk, elhozzák a talpat, mi befaragjuk, és akkor már csak a díszeket kell a gyerekeknek bevinni, és akkor közösen földíszítik, és ennek örülnek. És tavaly is ajánlottunk föl a Vöröskeresztnek 50 darabot, és idén is ajánlunk a rászorultaknak, azoknak, akiknek már ez nagy gond lenne, hogy megvásárolják a fenyőt. Mi ezzel szeretnénk hozzájárulni, hogy kellemesebb legyen nekik a karácsony. A safru kertészetről nagyon sokat beszéltünk, de ideje elárulni a kedves nézőknek, hogy hol találhatóak önök, hol lehet önökhöz eljutni, hol tudják önöket felkeresni, akár interneten is. Hát az interneten meg tudják nézni a weblapunkat, a www.safru.hu, szerintem nagyon egyszerű, és megtalálhatók vagyunk a Budaörsi úton, a virágcsarnok mellett. Itt busszal is lehet jönni, de van egy saját nagy parkolónk. Egy hektáros területen vagyunk, és szerintem elég sok autó befér, tehát kényelmes is, és mi itt a vevőket teljes mértékben kiszolgáljuk, tehát nem csak abból áll, hogy itt most megvásároljuk a fenyőt, ők kicipelik, itt a kollégáknak segíteni kell, és addig, amíg elszállítják, kocsira fölteszik, vagy behálózzák, becsomagolják, tehát ez benne van az árban, szolgáltatásban.
ünnepi nyitvatartásról tudunk beszélni, hogyha esetleg arra gondol valaki, hogy 24-én este ő fenyőt szeretne, tudnak önök ebben Nem, segíteni? nem. 24-én este már senki ne akarjon, akkor díszítsék. Reméljük el fogjuk adni. Addig leszünk itt, ameddig lesz fenyőnk. Nagyon remélem, hogy el fogjuk adni addigra, de minden nap nyitva vagyunk. Hétköznap 7-től 17 óráig, szombat, vasárnap 8-tól 16 óráig. És mindenkit nagyon szeretettel várunk. Thank you.